A Kakasdon felnőtt bukovinai székely származású Józsa Gyuláné mesélt nekünk gyerekkoráról, és hogy amit a sváb kultúráról tanultak a szülei, azt hogyan adja ő tovább a mai napig. Gyerekkoromban édesanyámtól hallottam, hogy ott hagytak egy nénit még 46-ba, nem tudták elvinni, mikor vitték ki a németeket, és ő ott volt nálunk 10-15 évig, amíg élt még, és az édesanyámat megtanította kötni. És akkor édesanyám kötött nekünk pacskert, meg ő segített, de én még akkor meg se voltam, utána születtem, és már úgy emlékszem olyan 9 éves koromban, amikor ő már meghalt, akkor már nem, úgy nem emlékszem jobban rá, csak annyit tudok, hogy az édesanyámtól örököltem én a kötést. Valami olyasmi rémlik, hogy kellett nekik egy kicsit bújtatni azt a nénit, mert valami olyasmit mesélt az anyukám, hogy a nagyszobába a dunyha alá tették, a betett ágy alá a nénit, de végül is nem keresték, de utána rendesen ott volt, mint családtag. A szomszédjaik mind németek voltak, így azokkal a gyerekekkel barátkozott, emlékszik vissza Józsa Gyuláné. Édesapám az mindig tiszteletben tartotta. Voltak cigányok, cseszkók, németek, nálunk mind, az édesapám soha nem hallottam tőle, hogy szitta volna valamelyiket. Itt rossz ember és jó ember volt. Közöttünk nem volt soha, iskolában is nagyon jól megvoltunk a németekkel. Aztán volt olyan, amikor lányok voltunk, hogy ilyen guzsajas jártunk, hát ott is a német lányok voltak velünk, fontunk, és beszélgettünk. Csak az a kár, hogy nem tanultam meg német. Férhez mentem, és olyan szerencsés voltam, hogy itt is mind német társaság volt. Akkor jártunk a német bálba, a sváb bálokba jártunk, és ilyen német barátaim voltak, de voltak székely barátaim is, tehát a székelyekkel is nagyon jobban vagyok, a németekkel is. Én nálam nincs az, hogy ez ilyen, meg ez olyan, én tisztelem, aki rendes és becsületes. Időközben nem csak pacskerei száma nő, hanem az általa összegyűjtött minták száma is. A pacskerokat azt nagyon szeretem csinálni, imádom most, mert több mint 100 párat csináltam, és a mintákat Ilonkától, meg van Till Marika néni német, vagy Szekszárdi, és az is nagyon sokat ad, meg a kis Józsitól szoktam, meg járunk kirándulásra, az Ilonka többször elvisz bennünket kirándulásra, és jó, hogy van ez az okostelefon, ugye az ember előszedi, lefényképezi, otthon meg addig rajzolja, amíg sikerül neki, és megkötöm. A kézzel készített ajándék, melyeket a pacskerkötő hölgy ad, egyben egy történelmi és kulturális lenyomat is. Ahol látom, hogy szeretik, akkor én azt adom, hogy vigyék tovább, hogy lássák, hogy ilyen is van Magyarországon. Hogy nagyon sokan szeretik, sokan kérik is, hogy csináljak a kisgyereknek egy picit, az unokatesom is a kicsinek csinálta, és akkor küldik a fényképet vissza, hogy na nézd meg a kicsi, hogy hordja a pacskert. És akkor ez nekem már öröm. A meghirdetett sváb pacskerkör első jelentkezője Józsa Gyuláné volt, mesélte el nekünk a Bonyhádi Német Önkormányzat elnökasszonya. 6 éve hívtam össze a csoportot, akkor indult ez a pacskerkör, először még pacskerkör volt, és amikor egy hirdetést adtunk fel, hogy aki szeretne csatlakozni, akkor Józsa Gyuláné volt az első, aki jelentkezett. És akkor tudtam meg, hogy ő székely, és az ő szülei Kakasdra kerültek bukovinai székelyként egy svábházba, és a svábházból az idős nénit nem tudták már elvinni azok, akiket kitelepítettek, itt maradt, és szeretetben, békességben éltek addig, ameddig a néni meg nem halt, és ez az idős néni megtanította a székely lányokat pacskert kötni, és Jucika is így tanulta meg az édesanyjától a pacskerkötést, és azóta is lendületlenül folytatja. A kényszer kitelepített magyarországi németek helyére betelepített bukovinai székelyek rengeteget tanultak az itt megmaradt németektől, és ahogyan az ebben az esetben is látható, tovább is adták azt a tudást.
A székelyek nem kötöttek pacskert, tehát ő a mi mintánkat, megtanult az édesanyjától pacskert kötni, de ők kakasdiak, tehát a kakasdi kötésmódot tanulta meg, és mi itt kicsit másképp kötünk. Kakasdon nem volt minta a pacskárokon, itt viszont van, és rengetegféle minta van, különböző településeken különböző mintákat tesznek, kötnek a pacskárokba, és ezt ő is megtanulta már, és ezt folytatja tovább. Az összegyűjtést már elkezdtük. Én közel 50 éve kezdtem el a pacskert gyűjteni, tehát beleszülettem a német családba, és a nagyanyám is kötött, a nagynéném is kötött, és amikor Mórágyon táncoltunk, akkor természetesen mindenkinek volt pacskerja. Amikor ide kerültem Bonyhádra, ide jöttem férjhez, az anyósom is kötött pacskert, a sógornőm is kötött pacskert, és amikor a tánccsoportban táncoltunk, akkor a gyerekeknek is pacskerjük volt, abban táncoltak. És így alakult ki az egész, ugyanis a nagyszülők jöttek és kísérték a gyerekeket táncpróbára, és ugye hát a németek, a svábok nagyon szorgalmasak, nem tudtak csak úgy ott ülni és beszélgetni, míg megvárják a gyerekeket, hanem kötögettek. Ezt látva jött Köllerni Koch Ilonának az ötlet, hogy egy konferenciát rendezzen a témában, melyet azóta is havonta megismételnek különböző előadókkal. Minden térségnek, településnek saját pacsker mintája van. Ha megláttak egy asszonyt a piacon, akkor meg lehetett mondani, hogy ő most melyik településről jött, és milyen vallású. Tehát általában, tehát ha nem is mindig, de általában azt lehetett tudni, ugye a viseletről is lehetett tudni, hogy most idősebb, sokszor azt is, hogy esetleg házas-e, vagy özvegy, tehát a viselet az nagyon sok mindent elárult. Megtanulták a sváboktól, és... Tehát a pacskert otthon is lehet viselni, az utcán is lehet viselni, télen is viselték, régen klumpa volt, a pacskárral léptek a klumpába akár, tehát a pacskár végigkísérte az embert, a picikétől egészen az idősig. És látták szerintem, és így lehetett az, hogy ők is elkezdték ezt készíteni, és tehát más magyar etnikumok is átvették már ezt, és ezzel ennyivel színesebb. Figyelemre méltó jövőbeni terveikről is beszámolt nekünk az elnökasszony. A pacskerkör is egy bizonyíték arra, hogy együtt tudunk dolgozni, sőt, nekem vannak terveim is a jövőre nézve, hogy lehetne még jobban együttműködni. Ebben az évben Bonyhád 300 rendezvényt tartunk, tehát Bonyhád újra telepítésének a 300 éves évfordulóját, és ez egy egész éves programsorozat lesz. És ősszel tervezünk egy filmbemutatót, mégpedig az Együttélés Cuzamellében. Ez azt mutatja be, hogy egy székely fiú és egy sváb lány összeházasodnak, és az ő történeteket mutatják be ebben a filmben. Ez egy nagyon-nagyon régi film már. Én kicsi voltam, amikor ezt láttam Mórágyon. Ez Sombereken készült, és elmondhatom, hogy ez a fiatal pár még most is együtt van. Szerencsére az 50-es évektől már megjelentek a vegyes házasságok is, és elfogadjuk egymást úgy, ahogy vagyunk, tette hozzá Köllerni Koch Ilona.